A rajzi segédeszközök közül ismerkedjünk meg most a dinamikus adatbevitel fogalmával. Az AutoCAD program egy parancsvezérelt CAD rendszer. Ezt már többször említettem. A parancsoron keresztül tudjuk vezérelni a program futását. Sajnos ez a megközelítés számos hátrányos tulajdonsággal is rendelkezik. Az első és egyik legzavaróbb, hogy sokszor a tekintetünket le kell vennünk a grafikus mutatóról, hiszen amikor gépelünk a parancsorba, akkor arra figyelünk. Természetesen sok gyakorlással és rutinnal ez a hátrányos tulajdonság kiküszöbölhető. Azért, hogy jobban segítsék a mérnöki tervezés folyamatát, 2006-ban bevezették a dinamikus adatbevitel fogalmát, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a parancsol funkciói, üzenetei fölköltöznek a grafikus szálkereszt mellé. Nézzük meg, hogyan is működik ez. Az állapotsoron erre az ikonra klikkelve lehetséges bekapcsolni a dinamikus adatbevitelt. Jelenleg be van kapcsolva, ha most ráklikkelek, akkor ez az állapot, amikor nincsen bekapcsolva, és ha még egyszer ráklikkelek, akkor be van kapcsolva. Igazándiból az F12-es funkció billentyűvel szoktuk a szerkesztés alatt kibekapcsolni, hiszen azon felül, hogy ez egy nagyon hasznos segítség, sokszor zavaró lesz. Nézzük meg, hogyan is működik. Adjuk ki a parancsolba a vonalrajzoló utasítást, VO, Enter. Ezután, ha megmozgatom a grafikus szálkeresztet, azt láthatjuk, hogy jobb oldalon megjelenik egy szövegdoboz, amiben a következő szöveget tudjuk olvasni, adja meg az első pontot. Ez megegyezik azzal a felirattal, amelyet a hagyományos parancsolban tudunk elolvasni. Mellette viszont két kis szövegdoboz jelenik meg, amelyek a grafikus mutató aktuális koordináta értékeit jelenítik meg. Ahogyan mozgatom az egeret, úgy változnak ezek az értékek is. A tab billentyűvel tudok váltani az X és Y koordináta között. Most a modelltérei tetszőleges helyén klikkeljünk az egér bal gombjával. Amint megmozgatom az egeret, ugye a gumivonallal megkapom azt a képet, hogyha most rögzíteném az adatbevitelt, milyen rajzelemet kapnék, annyi eltéréssel, hogy ezt a gumivonalat föl fogja méretezni futási időben az AutoCAD. Lehet látni a vonal rajzelemnek a hosszát és a vízszintesebb bezárt szögértékét. A tab billentyűvel tudnék váltani az adatbeviteli mező között, és ha például megadom a szögértéknek, hogy 45 fok, akkor a rajzelemet ennek megfelelően fogja létrehozni. Természetesen egymás után több rajzelemet létre tudok hozni, hasonlóan a hagyományos parancsori utasításnak megfelelően. A vonalrajzelem belső funkcióit a szögletes zárójelek között olvashatjuk. Jelenleg a bezárás és a vissza opció érhető el. De vajon ki lehet-e választani ezeket a belső funkciókat a dinamikus adatbevitel esetén is? A válasz az, hogy igen. Figyeljük meg, hogy a szürke dobozka jobb oldalán egy lefele mutató nyílszerű ikon jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy nyomjuk le a billentyűzeten a lefele nyilat. Ez megtörténik, kilistázza a kapcsoló zárójelek között elérhető belső funkciókat. Ilyen a bezárás és a vissza. Ha rámegyek a visszára és ütök egy Entert, akkor egy rajzelemet vissza fog venni a rendszer. Még egyszer lenyomom a lefele nyilat, kiválasztom a visszát, majd Enter. Abba az esetben, ha beszeretném zárni a vonalrajzelemet, azaz a kezdőpontot a végponttal össze szeretném kötni, akkor válasszuk ki a bezárás belső funkciót, és már is lezárult a vonalrajzolás utasítás. Láthatjuk, hogy nagyon vizuális az adatbevitel, és sok esetben sokkal értelmezhetőbbé teszi a parancs futását, mint a hagyományos parancsol. Nézzük meg még egy egyszerű példát, most egy téglalapot hozzunk létre, gépeljük be kezdőkoordinátának a 100 vesző 100 koordinátapárt, majd a jobb felső koordinátának adjuk meg a 300-200 koordinátapárt, majd Enter. Létrejött egy téglalap. Most kapcsoljuk ki F12-vel a dinamikus adatbevitelt, és még egyszer rajzoljunk egy téglalapot. A bal alsó pozíció legyen ugyanaz,
majd gépeljük be a 300, vessző 200 értéket. Látható, hogy teljesen más alakú, nagyságú téglalapot hoztunk létre. Ez azért van, mert amikor be van kapcsolva a dinamikus adatbevitel, akkor a bevitt koordinátákat relatív koordinátának feltételezi a program. Ezt a működést természetesen testre tudjuk szabni, így ha belemegyünk a dinamikus adatbevitel belső funkcióiba, jobb klikk az ikonon, majd beállítások, akkor a mutató bevitel csoporton belül klikkeljünk a beállítások nyomógombra, és itt olvashatjuk, hogy hogyan is értelmezi a koordinátákat. Poláris vagy derékszögű legyen, relatív koordináta vagy abszolút. Ezt az ízlésünknek megfelelően állítsuk be. Ezen felül még számos testeszabási funkció elérhető itt, de alapvetően úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ezek megfelelnek. Ez a legfontosabb, ez szokott zavart okozni kezdő autókedvesek esetében. A dinamikus adatbevitel egy rendkívül hasznos funkció, sok-sok parancsot megkönnyít értelmezni, de módjával kell használni, hiszen olykor-olykor a megjelenő plusz vonalak zavart okozhatnak a szerkesztés során.